Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Ez itt a Kisbarátok csatorna, amit igazából egy pár nappal ezelőtt találtam ki, mert hogy rengeteg olyan videót láttam YouTube-on, ami késekkel foglalkozik, de mind angol nyelvű, úgyhogy én igazából szeretnék elindítani egy ilyen magyar nyelvű csatornát, aztán meglátjuk, hogy kit mennyire érdekel. Ez az első úgymond adás, és ebben a szakmámból kifolyólag szeretnék bemutatkozni nektek. Szeretném bemutatni a szakácskéseimet, amiket ugye már elég régóta használok, és megbízhatóan teljesítenek. Úgyhogy, amint látjátok, már itt elő is készítettem a dolgokat. Úgyhogy, hát lássuk, hogy mi van benne. Hát, amint látjátok, elég széles a repertoár. Igazából nem is nagyon tudom befogni, annyi van. Tulajdonképpen minden célra van megfelelő szerszám a táskában. Kezdjük is talán a legnagyobbal, ami a sokak által ismert úgynevezett szakácskés vagy séfkés. Ez egy 23 centis Wüsthof Klasszik szakácskés, amit idestova, hát szerintem olyan 7-8 éve használok. És hát elég megbízható társam, hogy úgy mondjam. Nagyon jó az ergonómiai kialakítása, igazából nagykezűeknek, kiskezűeknek, szerintem bármelyik szakácsnak tökéletesen megfelel, bármilyen fogás nemben, mert hát azért valljuk be, a Wüsthof nem ma kezdte a késgyártást, és nagyon jó minőségű késeket gyártanak igazából, és anyag összetételében egy elég strapabíró acél. Ha jól tudom, akkor nagyjából ilyen 56 Rockwell körüli keménységgel. Elég jól élezhető, elég jól tartja az élét, még huzamosabb és nehezebb használatnál is. Tehát mondjuk, ha össze kell vágni egy fél marhát, akkor is helyt áll. Nos, ez volt az első. Hát aztán igazából szakácskések tekintetében van itt egy kisebb is, az egy Zwilling. Már ez csak 20 centis, de napi használatra kifejezetten jó. Ezt is elég régóta használom. Amit látjátok, azért már kopott belőle rendesen. De ez is lassan 10 éve teljesít szolgálatot, és igazából azt mondom, hogy le a kalappal előtte, mert nagyon sok mindent vágott már ez is. Hát aztán igazából, amit ugye az ember talán otthon is használ, gyakrabban is, azok a húsozó kések, akár egy csontozó, akár egy húszszeletelő. Itt van egy klasszikus kovácsolt vascsontozó. Ezt nagyon szeretem, mert igazából elég merev a pengéje. Nagyon szépen lehet vele húst csontozni, és hát ez a klasszikus forma. Tehát ugye nem tud rácsúszni az ujjad a pengére, elég jól meg lehet markolni, masszív darab. Ez egyébként egy WMF, amiről tudni kell, hogy hát nagyjából Wüsthof minőség. Talán az anyag összetétele egy picit eltér tőle, ha jól tudom, akkor egy nagyon picit puhább, mint maga a Wüsthof. Amint láthatjátok, a maskám nem nyugszik.
Van itt még egy klasszikus fenőacél, szintén Büsthof gyártmány. Hát ez nagyjából olyan 14 éve van meg, és gyakorlatilag a mai napig ugyanúgy fenn, ugyanúgy lehet rajta meghúzni a kés, mint újkorában. Én nagyon-nagyon szeretem. Igazából ez az ovál acél, ez szerintem, amit láthatjátok, szerintem a szakácsok 90%-ának a kedvence igazából, mert nagyon jó fenni rajta a kést. Vannak a hengeracélok, amik ugye ilyen rúdformájúak. Én azokat valamiért nem szeretem. Szerintem nem olyan jó, mint ez. De hát ugye, kinek a pap, kinek a lánya. És hát igazából otthonra felesleges ilyet venni, mert azt mondom, hogy egy ilyen 18-20 ezer forintos áron azért otthonra ez sok. De nyilván úgymond ipari használatra kell egy ilyen, és hát kiszolgálja az árát abszolút, mert hát amit mondtam, tehát 14 éve használom, úgyhogy szerintem ez is egy jó vétel volt. De amit látjátok, azért itt már vannak kopásnyomok, egy-két késtől eredő sérülés, de hát 14 év alatt azért ez előfordul. Hát aztán van még itt kenyérszeletelők, és hát szerintem azt nem kell bemutatnom, azért az otthon is van mindenkinek. Jó, nyilván nem biztos, hogy ilyen minőségű. De igazából otthonra nem is kell, én úgy gondolom. Annyi az érdekesség ennek a késnek, hogy természetesen ez is WMF. Más márkánál ilyet még nem láttam, hogy duplán élezett. Tehát gyakorlatilag kétoldalas. Kenyérvágó késben ez elég ritka. És igazából ennek az a különlegessége, hogy mivel két oldalról van élezve, ezért nem húzza el a kezet egyik irányban sem vágáskor. Tehát határozottan kellemes vágni vele. Én nagyon szeretem. Bár érdekes, hogy a markolata egy picit vékonyka vagy kicsi, de ennek ellenére egyébként egész kényelmes fogás biztosít. Hát aztán van még itt egy talán személyes kis kedvencem. Ez egy Fiskars kés, de abból is ez a Fusion, vagy hát igen, Fusion széria, amit egy Thomas Van Grupp szemű ipse tervezett. A gyártó állítása szerint 56 Rockwell a keménysége, tehát ez egy kovácsolt késnek vagy acélnak tekinthető. Az érdekessége, hogy nem tudom mennyire látszik, de kifejezetten jobbkezes használatra van kialakítva a markolata, ami hihetetlenül kényelmessé teszi. Igazából zöldségre, halakhoz, de akár gyengébb rostozatú húsokhoz is tökéletesen megfelel. Borotva élesre lehet fenni. Én nagyon szeretem. Tehát, és mivel ugye nincsen rajta fék hátul, tehát ugye nincs itt megvastagítva a penge, ezért vizeskővel is gyönyörűen felhető. Hát igazából én azt gondolom, hogy hétköznapi használatra ez bőségesen megfelel. Úgyhogy ha esetleg ilyenhez hozzájuttok, akkor akár otthonra a háztartásba is bátran vegyétek meg, mert ezt ajánlom. Az ára sem vészes, nagyjából ilyen, hát azt mondom, hogy ilyen 7 és 10 ezer forint között beszerezhető. Határozottan masszív,